Az 1956-os szabadságharc egy mindenki számára fontos esemény. A köztudatban azonban még a mai napig az él, hogy az 56-os események leginkább Budapesten történtek. Érdekesség, hogy a forradalom első áldozata például Debrecenben volt, ahol egy tüntetőt lelőttek. A konferencia témája azonban ez esetben nem a forradalom eseményeit követte, hanem az utána következő megtorlásokat. Mint hogy az 56-os történések sem csak Budapesten folytak, így a megtorlásnak is rengeteg vidéki áldozata volt. Békés megyében több mint 700 emberen vett elégtételt az akkori karhatalom. Akik részt vettek a forradalmi eseményekben, ugye lehetett akár egy forradalmi bizottsági vagy munkás tanácsi tag, vagy adott esetben egy röpcédulát gyártott, vagy röpcédulát osztogatott, illetve falfeliratot készített, úgyhogy ilyen eléggé szélesnek mondható ez a kör. Én úgy Békés megyében körülbelül ilyen 700-ra teszem azoknak a számát, akiket elítéltek 56 kapcsán. Az ítéletek súlyossága nem állt arányban az elkövetett tettekkel, és következetlenül véletlenszerű ítéletek is születtek rengeteg esetben. Voltak olyanok, akik röplapozásért vagy falfirkáért súlyos éveket kaptak, és olyan is akadt, hogy a forradalmi bizottság aktív tagjai sokkal enyhébb büntetésekkel megúzták társaiknál. Érdekes, hogy tényleg valaki egy elszólásért a kocsmában már 57 elején mondjuk kapott másfél évet, valaki meg aktívabb forradalmi tevékenységért mondjuk megúszta egy kisebb büntetéssel, vagy felfüggesztett börtönbüntetéssel. Tehát ilyen érdekes talán azt lehet így leszűrni, hogy ami már november 4-e után történteket talán súlyosabb módon ítélték el, vagy ott egy kicsit már súlyosabb büntetések születtek. November 4-e volt az a nap, amikor a szovjet hadsereg az egész ország területén megindította támadását. A szovjet csapatok már hajnalban bevonultak a fővárosba, reggel 8 óra körül pedig a parlamentet védő magyar egységek a támadás nyomására letették a fegyvert.